milyen volt itt Kiskunhalason felnőni, milyen emlékeid vannak ezzel kapcsolatban? Ahogy említettem, a Szent József általános iskolába, katolikus általános iskolába jártam. Az otthonunk és az iskola között egy gyönyörű szép vadgesztenyefasor vezet. Mindig szerettem ott végig sétálni, főleg ősszel, mert akkor fel lehetett venni a sok gesztenyét és dobálni. De a gesztenyefasor az még máig megvan, és nagyon szép ez az egyik ilyen különleges emlékem. Aztán később meg már a Szilágyi Áron református gimnáziumba jártam, ahova 9 évig jártam, ez azért elég nagy kuriózum volt. Több olyan tanárom is volt, aki még diák volt, amikor én már diák voltam, és ez ilyen kommunikációs zavarokhoz vezetett, hogy pár éve még tegeződtünk, most meg ő a tanárom, és akkor hogyan menjen itt a kommunikáció. Ez a 9 év, ez hogy jött össze? Mert gondolom, hogy nem azért, mert probléma volt, ezért voltál ott 9 évig. Hogyan adódott össze ez az időszak? Én amikor megismerek valakit, és mondom, én a 9 évig jártam gimnáziumba, és közben tudja, hogy diplomás mérnök vagyok, hogy akkor ez hogy jött össze. 8 osztályos képzésre jelentkeztem eredetileg, és közben szúrtunk egy nyelvi előkészítő osztályt, amiben ugye külön nyelvet és informatikát tanultunk, így 8 plusz 1 jött ki. Milyen volt az osztályközösség? Miért szerettél a Sziládiban járni? Az osztályközösség az 2 évente változott, ugye 5-dikbe kezdtük, 7-dikbe bejöttek sokan, akkor 2 évvel később kezdődött a nyelvi előkészítő, ott többen elmentek, megint jöttek, volt külföldi cserediákunk is, volt, aki lebukott hozzánk, vagy tőlünk bukott el, tehát azért mindig változott. Volt egy nagyon jó barátom, akivel 2 évig voltunk csak osztálytársak, volt, akivel 13 évig, mert általános iskola elején is ott volt. Nem is elsősorban az osztályközösség tetszett, inkább az, hogy mindig megtalált valami nagyon jó lehetőség, egy lelkes tanár, aki meglátta bennem a figyelő embert, és mindig felkarolt, és küldtek tanulmányi versenyekre, matematika, fizika, kémia, mindenfelé jártam, sportban nem voltam jó. Pedig ott is voltam egyszer a végső elkeseredésében, amikor sok nullára vesztésre álltunk fociban, akkor a tesi tanár felküldött, hogy eredj Gézem, találj egy gólt, és nem voltam jó focista, de erős a lábam, úgyhogy arra jött a labda, én lendületből belerúgtam. Hát mindenki megijedt és félreugrott, még a kapus is, és nekem véletlenül pont a kapu felé sikerült rúgni, úgyhogy sok egyre kaptunk csak ki. Akkor a sport siker is megvolt az életedben. Igen, kevésbé siker, de megvolt, igen. Azt említetted, hogy főként reálos tárgyakból voltál tanulmányi versenyeken, viszont azért, aki ismert téged, az jól tudja, hogy a humán vonal is elég rendesen ott volt a te életedben, főleg a középiskolában, ugye színjátszás, zenekar, ezekről beszélgessünk egy picit. Ezek hogy jöttek az életedben, mondjuk a zene szeretete? Bár szerintem felesleges a kérdés, de hát miért szeretette a zenét? Szüleim nagy kultúra fogyasztók, édesanyám ének zenetanár, úgyhogy magától értetődő volt, ha a sport annyira nem is megy, de a zenei téren legalább valamiben művelődjek. Zeneiskolába jártam 10 évig zongorára, 2 évig magánénekre, de a gimiben nem is tudom, talán 9-es voltam, amikor az iskola felkért egy jó színi rendezőt, hogy szervezzen egy színjátszókört a gimiben, és 3 színdarabban is szerepeltem. Ez a tanulmányi versenyekkel meg úgy párosult össze, hogy volt, hogy nem lehetett megtartani az előadást, mert én éppen országos tanulmányi versenyen voltam. Sőt, volt egy március hónap, amiben utána számoltam, ha tanulmányi verseny vagyok, nem vagyok órán, az egy igazolt hiányzásnak minősül, és ha túl sok jön össze belőle, akkor nem jártam be elég órára, tehát osztályozó vizsgát kell tennem, és egy idő után abban a zavarba jöttem, hogy én annyi tanulmányi versenyre jártam, meg a színjátszóval turnéztunk, meg mindenféle más volt, hogy konkrétan egy egész márciusban nem jártam iskolába, és ebből annyi óra, hiányzó órát számoltam össze, hogy ebből gond is lehetett volna, de aztán végül pont elég. Pont nem sok jött össze a bizonyítvány végén, úgyhogy nem kellett osztályozó vizsgát tennem. Azt említetted, hogy 3 nagyobb darabban is szerepeltél. Milyen szerepeid voltak? Ezeket a szerepeket rádosztották, vagy te választottad ki, hogy... Mutatok akkor fényképeket, mert ilyet hoztam. Ez a Chicago című musical volt. Itt már több színdarab volt mögöttünk, és mindig ilyen voltunk a fiú karaktereknek a darabokban, már pedig itt több fiúra is szükség volt. Itt én, ha valaki ismeri a Chicago művet, én voltam a fő ügyvéd.
Itt éppen azt látjuk, hogy jó dolgod van, nagyon sok hölgy vesz. Igen, nekem el kellett hitetni az emberekkel, hogy én önzetlenül védem meg a bíróságon az embereket, és ezt nem a nőkért, meg a figyelemért, meg a pénzért teszem. Igen, ez volt a Chicago, ezen kívül miben láthatott még a közönség? Ezen kívül a La Mancha lovagjában voltam Sancho Panza, a Képzelt Riport Amerikai Pop Fesztivál volt az első, ott talán John voltam, ez egy abszolút mellékszerep, de szerepeltem a Padlásban, ott én voltam Barabás és a Révész, egy Edith Piaf életrajzi műben ott az összes férfi karaktert én alakítottam, mert az volt a rendezői koncepció. Az Ekhusz című igen komoly műben én voltam a ló, akinek kiválták a szemét. Nagyjából ennyi. Mit adott a fiatal éveidhez, a mindennapjaidhoz az, hogy az iskola mellett azért volt egy ilyen hobbid, ha nevezhetjük hobbinak, sok darabban szerepeltél, mit adott ez a mindennapjaidhoz, mivel gazdagodtál attól, hogy te színjátszós voltál? Aki közelről ismert, tudja, hogy én nagyon introvertált ember vagyok, és így nem szeretek mások figyelmébe kerülni, másokkal kommunikálni, és mindig rácsodálkoznak, hogy hogy mondhatok ilyet, hát színdarabokban szerepeltem, meg előadásokat tartok. Mert megtanultam, azért részben azért is volt a színjátszás, a zenekari fellépések, a kórusban éneklés, ez mind azért, hogy szokjam ezeket a szituációkat, és ne szenvedjem el az introvertáltságból fakadó hátrányokat, hogy ez diszkomfort érzetet okoz. Ezt megszoktam így, ez, ha másra nem erre, nagyon jó volt. Nem csak a színjátszás, hanem a zenélés is az életed része. Zenekarod is volt itt Kiskunhalason. Mit lehet tudni erről a bandáról? Meddig működött ez? Hogyan kerültél bele? Vagy te alapítottad? Hogy volt ez? Már volt egy félig működő csapat, oda tekerek, igen. Az énektanárom a zeneiskolában szólított meg, hogy egy zenekar megtalálta őt, és keresnek egy énekest, aki tud is rendesen énekelni, nem csak tátogni, vagy ilyesmi. És hát két fiú volt akkor a tanítványai között, az egyikük nagyon szépen énekelt, de ő hobbi szinten csinálta, nem volt színpadképes a srác, én viszont színpadképes voltam, felajánlotta, hogy itt a telefonszám, hívjam föl őket, felhívtam, elmentem, és nagyjából két évig együtt zenéltünk. Nagyon klassz volt a csapat, óriási lehetőség volt az, hogy belekóstolhattam ebbe a művész életbe, olyan szinten is nagyon jó mentoraink voltak. Tehát több fellépésünk is volt az országban, az Artisius nevű szerzőjogvédelmi hivatalnál máig bejegyzett zeneszerzőként szereplek, és jogdíj kifizetéseket kapok, hogyha valahol játsszák a számainkat.